Az elmúlt részekben felépítettük a falazatot. Én a hőszigetelt zsalus falazatot javaslom önöknek, amely 2:1 munkát végzünk el vele, megépítjük a vászszerkezetét az épületnek, a szerkezeti részét, a teherhordó falakat, és egyben a zsalu biztosítja az extra mértékű hőszigetelést, a betonozott szerkezet pedig az erős, stabil, merev, vasalt vászszerkezetet, tehát nem könnyű szerkezetes, OSB lapos épületben gondolkodunk, amelyet régen talán nem ismertek volna az emberek megkockáztatni, legalábbis az európai körülmények között. A koszorú készítésénél nagyon nagy hangsúly van szintén a hőszigetelésen, és amely koszorút, az Izotek koszorút, amelyet bemutatnék, az kompatibilis a falazatra és kompatibilis az áthidalóra is, tehát egy legószerű pattintással rápattintom, és a külső hőszigetelése már az elemnek gyártáskor megvan, és még egy nagyon fontos dolog ez, hogy itt ezt is be tudom betonozni, a vasalatok a falazatból meg tudnak érkezni, és tulajdonképpen a koszorú az fogadja majd a nem sokára említett vagy említendő födémet, bármilyen födémet. A koszorúnak szintén egyetlen egy jelentősége van, hogy a külső hőmérséklettől megvédje, tehát hőszigetelt legyen az épület, mert tulajdonképpen, ha a koszorún keresztül nem lenne szigetelt a koszorúm, akkor ott van a födémem, ami zömében betonfödém, monolit födém a legtöbb épületnél. A külső hőmérséklet, a beton rendkívül rossz hővezető, átveszi a hideget, és tulajdonképpen az egész födémembe, az egész, ha padlásteres az épület, akkor az egész ajzatomba, az egész padozatomba bevezetődik a hideg, amelyet a beton bevezet, és ezért van az, hogyha födém hűl le, akkor sugározza, úgy viselkedik, mint egy hűtő sugározza a hideget, ha pedig a padlástéren ezen lépkedek, akkor állandóan hidegérzetem van. Tulajdonképpen azt kell megszüntetnünk, hogy a koszorún keresztül ne jusson a födémhez semmilyen hideg, hűvös külső levegő, hogy ne vegye át a födém a külső levegő hőmérsékletét. Úgyhogy a koszorúnál nagyon fontos az elkészítés, ne felejtsük el, hogy itt már 2-3 méter magasban dolgozunk, tehát nem mindegy, hogy milyen erőfeszítést fejtek ki, milyen nehézségű dolgot végzek. A koszorú elemek 1-1,5 kilósak a polisztirol zsalus Izotek építkezésnél, és pillanatok alatt elhelyezhetőek, úgyhogy a hőszigetelt koszorú készítése után fogjuk elkészíteni a födémet majd a következő részben.